Szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot az alázatról. Ez egy olyan téma, ami már nagyon sok éve foglalkoztat. A bibliaiskolában mindenhová magammal vittem Andrew Murray alázat című könyvét, mivel felismertem, mennyire szükségem van erre az életemben, a szívemben. Az egész szentírásból egyetlen egyszer látjuk, hogy Jézus a saját karakterét, jellemét ábrázolná, amikor azt mondta magáról, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Máté 21-29. Alázatos vagyok. Alázatos vagyok. Ez megmutat nekünk valamit Jézus jelleméről, tulajdonságairól, valamint arról, amit az Úr szeretne, hogy a mi jellembeli tulajdonságunk is legyen. Mert ha Isten vágya is akarata, hogy elváltozzunk fiának képmására, és a fia pedig azt mondja magáról, alázatos vagyok, akkor pontosan az alázat a képmása Jézusnak. Így tehát láthatjuk, mennyire mélységesen szükségünk van erre az életünkben. Ezért is foglalkoztat engem ez a téma már hosszú évek óta. Hadd osszak meg akkor néhány gondolatot veletek az alázatról. Az egyik kedvenc idézetem Andrew Murray-től a következő: A mindennapos élet jelentéktelenségei a legfontosabbak, melyek az örökkévalóság tesztjei vagy próbái, mert ahogy azokra reagálunk, az a bizonyítéka annak, milyen szellem is ural bennünket valójában. Ha tudni akarod, mennyire alázatos egy ember, kövesd és figyeld viselkedését egy egész napon át, amikor a leghétköznapibb dolgokkal foglalkozik, amikor egy szív ténylegesen telve van Istennel, akkor képes azt mondani, elvesztettem saját magam, hogy megtaláljalak téged. Aki ezt ténylegesen el tudja mondani magáról, soha többé nem fogja magát másokkal összehasonlítani. Szabad vagy, mivel ha Jézust látod, az minden más dologra elvakít. Ez az alázat lényege vagy summája. Amikor az egót levesszük a trónról, hogy egyedül Isten foglalhassa el szívünk trónját. Úgy is mondhatjuk ezt, az alázat amikor a saját önző vágyaink helyett Istennek adjuk az egyedüli uralmat. Egyedül az alázat az, ami megengedi Istennek, hogy megtegyen mindent. Alázat nélkül nem is tudunk igazán megmaradni Isten jelenlétében. Az Ézsajás 57.15-ben Isten azt mondja magáról, magasságban és szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívűvel is. Az alázatosak azok, akik birtokolják Isten jelenlétét. A Zsoltárok 5, 5 vagy 6 szerint fordítás Változik. Nem állhatnak meg szemeid előtt a büszke, azaz öntelt, vagy dicsekvő emberek. Elképesztő számomra, mennyire keveset beszélnek mindenhol az alázatról, holott ez valójában a gyökere, az alapja a Krisztusivá válásnak. Az alázat nem az egyik erény, hanem a gyökér, az alap, amiből minden más erény vagy gyümölcs előjön. Kerry Diars mondta, alázat nélkül egy ember az erénynek csupán a megjelenésével rendelkezik, de nem magával az erénnyel, Egy másik keresztény író írta, tanuld meg az alázatosságot, mert sátánt sátánnal nem győzheted le. Az alázat Isten képmásának summája. Jakab 4 azt mondja, Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Az alázatos szív az, mely képes befogadni Isten kegyelmét. Írtam egy verset, mely így szól. A büszkeséggel, a kegyelemtől megfosztjuk önmagunkat, megvakít, hogy Isten arcát ne lát csak magunkat. A büszkeség az embert gonoszszá teszi, Isten segítségétől messze A pokoltornáca az, a bűnös nemi vágy fellegvára, pedig a lázadó angyalokat is a pokolra zárta. A büszkeség az ördögátka, Lucifernek találmánya, Isten munkájának legfőbb akadálya. Minden az önzésből ered, hogy én mindent megtehetek. Képes vagyok rá, ezért én meg is teszem. Az én van minden felett önző büszkeség isten helyett. A példabeszédek 8.13 szerint Isten félelme az, hogy gyűlöljük a gonoszt, angolul arroganciát, a kevésséget, a felfúvalkodást, a gonosz utat és álnok szájat. Ezek mindegyike a büszkeségből ered. A büszkeség Ádám bűnbeesésén keresztül lépett be, és alkotott egy olyan emberiséget, mely el van telve saját magával, és Isten számára ezért már nincs hely. Isten azonban elküldte Jézust, hogy rajta keresztül visszajuttassa az alázatot a földre fel kell azt ismernünk, hogy semmi más nem áll jobban ellene Istennek, mint az önelégültség és a büszkeség. Sőt, mi több, amikor a Bibliában olvasunk a büszkeségről, láthatjuk, hogy az a gonosz ember személy leírása. Büszkeséged miatt megaláztatás ér. Példabeszédek 29-23. Jobb 40-12. Tarts szemmel mindenkit, aki kevés és felfúvalkodott. Alázd meg minden elbizakodottat. Törj minden gonoszt a saját helyén. Andrew Murray idézett, ahogy a a víz a legalacsonyabb helyeket keresi, hogy azokat betöltse, ugyanígy Isten szelleme is betör azok életébe, akik megalázzák és lealacsonyítják magukat. Az alázat az, ami képesé tesz minket arra, hogy Isten jelenlétében éljünk és járjunk. Soha nem találkoztam még olyan igaz keresztényel, aki azt mondta volna, Istenem, nincs rá többé szükségem. De, ha nem döntünk úgy tudatosan, hogy leülünk vele és letesszük neki az életünket alázat, ezek a cselekedetek arról tesznek bizonyságot, mint azt mondanánk, uram, nincs rá szükségem, meg tudom én csinálni. Ez nem más, mint önelégültség. Jézus azt mondja a Lukács 22-27-én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Azt is mondta a Máté 20-26ban, aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Nem azt mondta, ha szolgálsz, akkor válsz képesi arra, hogy a legnagyobbá válj, hanem azt, hogy a szolgálat a legnagyobb. Én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál más szavakkal alázatos vagyok. Ez az egyetlen elengedhetetlen feltétele annak, hogy közösségben legyünk vele. Minden mást elutasít Isten, az alázat viszont olyan, mint a porszívó, mely szívja magába a kegyelmet, behúzza azt az életedbe. A Máté 21.5-ben ez a pár szó mindig kiemelkedik számomra, akárhányszor olvasom. Ímhol jön a te királyod alázatosan. Ímhol jön a te királyod alázatosan. Alázattal érkezik Jézus. Amikor a szívünkben lealacsonyítjuk magunkat, akkor tudjuk Isten gyöngéden szerető bárányát követni. Az is rendkívüli, hogy Isten mennyire be tud tölteni minket, amikor alázatban járunk. Amikor azt mondja egy ember, én semmi vagyok, olyannyira, hogy még fel sem tűnik neki, hogy megfeledkeztek róla. A legtöbben nem viseljük könnyen azt, ha átnéznek rajtunk, vagy ha valaki mást megdicsérnek, minket meg nem. Milyen a bensőnkben vágyunk arra, hogy elismerjenek minket, hogy fontosak legyünk, jelentősek. De de amikor egy szív elveszti önmagát azért, hogy megtalálja őt, többi még csak arra sem vágyik, hogy fontolóra vegyék. Nem vagy az egyenlet része, így az is lehetetlen, hogy kiakadj és megsértődj azon, amit már észesen veszel, mivel a szemeidet csak egyedül rajta tartod. Andrew Murray azt mondta, akkor vagyunk a legalázatosabbak, amikor Istent imádjuk, neki hódolunk. Ez az alázat az, hogy csak Jézusra nézünk, ami alacsonyan tart telve Isten jelenlétével. Az alázatosság része, hogy Isten jelenléte nincs sem időhöz, sem időszakokhoz kötve többé, hanem sokkal inkább az a takaró, ami alatt megpihen a lélek. Ez a mindenható titkos rejtek helye. A 91-es Zsoltár szerint a felséges rejteke, a mindenható árnyéka, ami nem egy fizikai hely, hanem egy állapot, amiben ez az Isteni árnyék betakar téged, és te ott lakozol, ott tartózkodsz alatta. Minden egyes kiakasztó ember, akik megpróbálják türelmünket, úgy kell látnunk, mint eszközök, akik által megalázhatjuk magunkat, lealacsonyodhatunk, hogy még több kegyelmet kapjunk, és még többet befogadhassunk magunkba Isten jelenlétéből, hogy betölthessen édes személyével. Az alázat az alapja mindannak, amit Isten állított fel. Ha valamit nem Isten állított fel, akkor valaki más tette. Ha nem az alázat az alap, akkor valaki más építette, és az lefogrom. Ha Isten választhat egy alázatos ember vagy 10 millió ajándékokkal rendelkező között, azt az egy alázatosat választaná. Mivel az alázat az, ami vonza őt hiszen ez ő maga, ez az ő képmása. Ezért az alázat a fő jele az ő jelenlétének. Az alázat a kulcs Isten jelenlétéhez. Imádkozom, hogy Te is és én is Jézus karjaiba fussunk, ott rejtőzzünk el benne, hogy felöltözzük magunkra az ő alázatát. Isten áldjon!